Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A napjainkat kitölti most a várakozás. És nem csak ilyenkor, adventkor, hanem egész életünk folyamán nagyon sokszor várakozás jellemzi az életünket. Vegyük egy kicsit sorba, hogy kiket és miket szoktunk várni mi emberek. Lehetetlen felsorolni, mert hát különbözőek vagyunk, különböző élethelyzetekkel, gondolkodással, tapasztalattal. Mindannyiunknak különböző a várakozása is. Különböző dolgokat, különböző eseményeket várunk. De azért néhány dolgot el tudunk mindannyian sorolni, hogy kit és mit szoktak várni, úgy általánosságban az emberek. Hát azok az emberek, akiknek egy kicsit kevesebb a pénzük, ők azt várják, hogy végre már legyen több pénzük. Aki elveszítette az állását, vagy éppen nem volt még munkája egyszer sem, ő azt várja, hogy hát ha sikerül egy jó munkahelyet megcsípni, végre elhelyezkedni, és a munkámmal szolgálni az Istent, szolgálni a családomat. Aztán, hogyha valaki bekerül a kórházba, azt várja, hogy onnan kijöhessen végre már, és a családban lehessen újból. Vagy éppen valaki arra vár ezekben a napokban, hogy a kórházi beutalóját megkapja, és elkezdődhessen a gyógykezelése. Aztán gondoljunk egy kicsit a fiatalokra is. A fiatalok azt várják, hogy minél többet együtt lehessenek azzal, akit kiválasztottak maguknak. Aki annyira tetszik nekik, akivel annyira jó együtt lenni. Aztán a veszekedő házasok is várnak valamit. Összekapnak, civakodnak, és azt várják, hogy a másik kérjen bocsánatot. Vagy ha nem kér bocsánatot, akkor változzon meg, vagy éppen, ha nem hajlandó megváltozni, akkor menjen Isten hírével. Váljanak el az útjaik. Aztán a félretolt és lenézett ember, mert hát ilyenek is vannak, arról álmodozik, hogy egyszer majd megbecsülik őt a képességei miatt. Körül csodálják, és elkezdik őt is ünnepelni. Adventről, szeretett testvéreim, úgy beszélünk, hogy az a várakozás. A várakozás idejében vagyunk. A karácsonyról pedig úgy beszélünk, mint a beteljesülés, a megérkezésnek az ideje.